A hírek szerint Eden Hazard a személyes feltételeket illetően már megegyezett a Real Madriddal. Holland sajtóhírek szerint eldőlt, hogy Frenkie de Jong jövő nyártól a Paris Saint-Germainben folytatja pályafutását. A Corriere dello Sport olasz lap szerint a Barcelona együttese jövő nyáron megpróbálja leigazolni a Juventus középpályását, Rodrigo Bentancourt. Az igen tehetséges 21 éves középpályás tavaly nyáron az argentin Boca Juniors együttesétől vették meg a torinóiak. Az elmúlt szezonban még csak kiegészítő szerep jutott neki, ám a mostani idényben már egyértelműen alapembernek számít, az olasz bajnokságot fölényesen vezető Juventusban. A 17-szeres urugvái válogatott futballista idén eddig 16 tétmeccsen lépett pályára az zebracsíkos mezes olasz csapatban, és 2 gól, illetve 1 gól passzál a neve mellett. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy a folyamatos kezdőcsapatban szerepléshez Sami Khedira és Emre Can sérülése is kellett, ám Bentancourt dicséretére legyen mondva, hogy élt ezzel a lehetőséggel. Nem csoda hát, hogy a játékost az európai labdarúgás egyik nagy ígéretének tartják, és a katalán sztárcsapat, a Barcelona is felfigyelt rá. Úgy tudni, a gránátvörös-kékek olyannyira komolyan gondolják a megszerzését, hogy jövő nyáron egy 60 millió euró összegű ajánlatot tesznek majd érte. Bentancourt egyébként 2022 nyaráig köti szerződés a Bianconerihez, akik semmiképp sem szeretnének idő előtt megválni tehetségüktől, és már dolgoznak azon, hogy meghosszabbítsák ezt a megállapodást. Mindemellett amiatt sem szeretnének most megválni tőle, mert a Boca Juniorsszal kötött szerződés alapján, ha eladják a játékost, akkor az átigazolási díj fele az argentin klubot illeti majd meg. Így ha igent mondanának a Barca 60 millió eurós ajánlatára, akkor csak 30 millió ütné a markukat. Érthető, hogy az olasz bajnoki címvédőnél gőzerővel dolgoznak azon, hogy semmisé tegyék ezt az egyességet a dél-amerikai klubbal. Bentancourt erényei egyébként a sokoldalúságában rejlenek, hiszen védekezésben és támadásban is hatékonyan tudja segíteni csapatát. Mindemellett a labdával is remekül bánik, és a játék szervezésére is képes. Kazahsztáni sajtóhírek szerint az Asztana magyar válogatott középpályása Kleinheisler László a téli átigazolási időszakban a szentpétervári Zenitnél köthet ki. A még mindig csak 24 éves játékos 2017-ben érkezett a kazah klubhoz, és kulcsszereplője volt a bajnoki címet nyerő és az Európa Ligában szereplő együttesnek. Előbbi sorozatban 28, míg utóbbiban eddig 4 meccsen szerepelt, így érthető, hogy felhívta magára a figyelmet. A Zenit, amely nem mellesleg vezeti az orosz bajnokságot, középpályások terén nem áll túlságosan jól. Az ekvadori Christian Noboa súlyos sérülés miatt hosszú időre kidőlt, Leandro Paredes pedig a Milan és a Paris Saint-Germain is vinné a télen. Továbbá a Juventustól érkező Claudio Marchisio az első idényét töltő Oroszországban, és egyelőre nem sikerült zökkenőmentesen a beilleszkedése. A brazil Hernáné és az argentin Matthias Kránevitter pedig eddig nem azt hozzák, amit előzetesen vártak tőlük. Emiatt a Zenit, amely a bajnokság mellett az Európa Liga csoportját is vezeti, mindenképpen szeretne igazolni egy középpályást, és úgy tűnik, az orosz sztárklub választása a kiváló formában lévő 23-szoros magyar válogatott labdarúgóra esett. Az is Kleinheisler leigazolása mellett szól, hogy viszonylag keveset kellene érte fizetni, és nagyjából 1,5 millió euró ellenében már mozdítható lenne a kazah fővárosi csapatból. Egyéb iránt nem ő lenne a Zenit első magyar játékosa, hiszen korábban 2009 és 2012 között Huszti Szabolcs is megfordult a szentpéterváriaknál. A holland Telegraaf értesülése szerint eldőlt, hogy az Ajax tehetsége Frenkie de Jong jövő nyártól a Paris Saint-Germain együttesét fogja erősíteni. A 21 éves holland játékost napjaink egyik legtehetségesebb középpályásaként tartják számon, és a párizsiak mellett a Barcelona és a Manchester City is leigazolta volna. A korábbi hírek arról szóltak, hogy a katalánok a játékos magas vételára miatt lemondtak a megszerzéséről, Ekkor úgy tűnt, az angolok lesznek a befutók a leigazolásáért folytatott versenyfutásban. A Manchester City ugyanis komoly tárgyalásokat folytatott De Jonggal, valamint ügynökével, és közel álltak a megállapodáshoz. Ám időközben a pénzügyi fair play megszegése miatt eljárás indult az angol klub ellen, amely miatt a City vonakodott lezárni az üzletet. Ezt pedig kihasználta a Paris Saint-Germain. De Jong árát 75 millió euróban határozta meg klubja, az Ajax, és ezt az összeget a PSG hajlandó is megadni. Úgy tudni, a Párizsi Egyesület egyértelműen polpozícióba került a megszerzését illetően, mivel a játékos állítólag jelezte az amszterdami vezetőknek, hogy a francia klub ajánlatát fogadja el. A hírek szerint a Paris Saint-Germain vezetősége állítólag azért cselekedett ilyen gyorsan és határozottan, mert Kylian Mbappét lenyűgözte De Jong játéka a Nemzetek Ligája mérkőzésen, amikor a hollandok 2-0-ra legyőzték a franciákat Rotterdamban. Mbappé ezután javasolta a vezetőségnek, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy a holland középpályás náluk folytassa pályafutását. Bár az Ajax részéről megerősítették, hogy csütörtökön valóban tárgyalóasztalhoz ültek a párizsiakkal, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy még nem született megállapodás, valamint hogy több klub is érdeklődik a fiatal játékos iránt. Sajtóhírek szerint a Bayern München hosszú idő után ismét szeretne egy nagy klasszist igazolni, és fő célpontjuk nem más, mint az Atletico Madrid francia támadója, Antoine Griezmann. A bajoroknál azután merült fel az aranylabda szavazáson a harmadik helyen végző játékos neve, miután Arjen Robben múlt vasárnap bejelentette, az idén végén búcsút int a német rekordbajnoknak. A müncheniek pedig úgy döntöttek, egy igazi nagyágyúval pótolják majd a hollandot. Első számú kiszemeltjük pedig Griezmann lenne, akiért a szokásoktól eltérően hatalmas összeget is készek lennének kifizetni. De ettől függetlenül megszerzését nehezíti az a tény, hogy a 27 éves francia labdarúgó kontraktusában egy 200 millió eurós kivásárlási záradék is található. A bajorok ekkora összeget ugyanis nem akarnak kiadni a támadóért, és igyekeznek majd meggyőzni a madridiakat, hogy engedjenek ebből az árból. Úgy tudni, egy 150 millió euró körüli összeg már a Bayern számára is elfogadható lenne. Ezt a feltételezést erősíti Uli Höness, a Bayern München elnökének a napokban tett egyik nyilatkozata, amelyben arról beszélt, hogy immár bárkiért hajlandóak nagyobb összeget is kiadni, ha az adott játékos megfelelő korban van. Itt egyébként Cristiano Ronaldóra utalt, akiért elmondása szerint azért nem fizettek 100 millió eurót, mert már túlságosan idősnek számít. Ám nehéz elképzelni, hogy a spanyolok engedjenek majd a világ egyik legjobb támadójának számító Griezmann kivásárlási árából, kiváltképp azok után, hogy csak nemrég hosszabbítottak vele. De a német csapat szándékai komolyak, hiszen a vezetők alapos vérfrissítést terveznek fékhez vinni a keretben. Ez rá is fér a csapatra, mivel amellett, hogy Robben mellett várhatóan Ribéry is távozik jövőre, de szinte minden kulcsjátékosa, itt Thomas Müller, Jerome Boateng, Robert Lewandowski és Manuel Neuer is közelít a 30. életévéhez, vagy már be is töltötte azt. Az Onda Madrid rádióállomás szerint a Real Madrid megegyezett a Chelsea-ben futballozó Eden Hazardral, melynek értelmében a belga klasszis jövő nyártól a királyaknál folytatja pályafutását. Persze ahhoz, hogy a klubváltás létrejöjjön, az is kell, hogy a madridi elöljárók a Chelsea-vel is egyességre tudjanak jutni az átigazolás anyagi vonzatát illetően. A Bajnokok Ligája címvédője már az elmúlt nyáron is megkörnyékezte a játékost, ám a londoni kékek több mint 220 millió euró ellenében váltak volna csak meg legnagyobb csillaguktól, amely miatt a spanyolok végül visszaléptek az átigazolásától. A Real ekkor állapodott meg a játékossal, hogy inkább 2019 nyarára időzítsék a transfert, mivel onnantól már csak egy év lesz hátra a Chelsea-vel kötött kontraktusából, így ennek köszönhetően elméletileg jóval kedvező áron szerezhetik meg őt. Ám úgy tudni, mindezek ellenére a londoniak nem fogják egykönnyen elengedni Hazárt, és 170 millió euró összegű ajánlat alatt szóba sem állnak a spanyol fővárosiakkal. Csak hogy ők egy ekkora összeget nem hajlandó kifizetni egy olyan futballistáért, aki jövő nyáron szerződésének utolsó évébe lép. Így az is előfordulhat, hogy a madridiak megpróbálják Mateo Kovácsics játékjogát is belevonni az üzletbe, aki jelenleg kölcsönben játszik a kékeknél. Ezzel egyébként mindenki jól járna, hiszen a horvát középpályás kiválóan érzi magát a Chelsea-nél, s esze ágában sincs visszatérni a Realhoz, és az angol klub is szeretné őt végleg leigazolni. Ám a Chelsea-nél még nem mondtak le teljesen arról, hogy rábeszéljék a belgát a hosszabbításra, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ez mihamarabb megtörténjen. Ha rábólintana az új megállapodásra, akkor a klub legjobban fizetett játékosa lehetne, ugyanis heti 300 000 fontot kapna a kékektől. De lehet ez sem lesz elég, hiszen Hazard nem egyszer elmondta, mindig is az volt az álma, hogy egyszer a Real Madridban futballozzon. Mauricio Sarri, a Chelsea menedzsere nagyon szeretné, ha a játékos maradna, de azt is hozzátette, csak akkor van értelme marasztalni, ha ő maga is maradni szeretne. A belga klasszis 2012 óta játszik a Chelsea-ben, amelyben 317 tétmeccsén 97 alkalommal volt eredményes, és 81 gólpaszt is kiosztott. További szöveges és képes hírekért keresd a csatorna Instagram és Facebook oldalát is! Ha tetszett a videó, akkor nyomj rá egy lájkot és iratkozz fel a csatornára!